November 10-én tartották meg a József Attila könyvtárt Koncz István termében a Polgárok Párbeszéde Polgári Egyesület szervezésében. Anonymus feledésbe merül dr. Horváth Gábor szegedi egyház történész előadását, amelyet Kávai Szabolcs történelemtanár vezetett fel. Dr. Horváth Gábor könyvéről van szó, aki egy több évszázados kérdésre próbál választ adni a könyvében, és úgy érzem elolvasva a könyvet, hogy sikeresen megválaszolta a legfontosabb kérdéseket. Anonymusról van szó, a könyv címe pedig Anonymus feledésbe merül. Három fontos kérdés van Anonymusszal kapcsolatban. Egyrészt, hogy ki volt ő. Máj napig se tudjuk teljes bizonyossággal. Ötletek vannak, meg a koráról, hogy melyik korban született ez a mű. Tehát Anonymus, így szokták nevezni, P-nek mondott mester, magyar fordításban így írta úgymond alá a művét, a Gesta Hungarorumot. Első Béla, második Béla, harmadik Béla is szóba jött. Dr. Horváth Gábor szerint és tényekkel, forrásokkal bebizonyította, hogy ez egyértelműen harmadik Béla koráról van szó, és körülbelül bizonyos pontossággal is meg tudta határozni, hogy 1214 és 1217-ben született ez a mű. Igaz, ekkor már második András, Endre király uralkodott, de ő a mondjuk így egyházi és politikai karrierjét még harmadik Béla idejében kezdte el. A harmadik pedig, hogy szerepel a műben egy N kezdőbetű, akinek az ösztönzésére ajánlja egy nagyon jó barátja P. mester, P-nek mondott mesternek, és végül is, hogy eláruljam a lényeget, a szerző szerint, dr. Horváth Gábor szerint, forrásokkal illusztrálva, bebizonyítva, egyébként nagyon gazdag forrásokban ez a könyv, ez a tudományos munka, Kalán pécsi püspökről van szó. Tehát egyértelműen a stílusa, a kor szelleme tükröződik Kalán pécsi püspök munkájában. A kérdőjel azért van, mert annyira régi ez a téma, ugye most már mondjam 300 éve kutatott téma, hogy ha meg is találnánk azt, hogy ki valóban ez a személy, akit nem Anonymusnak kéne neveznünk, hanem akárkinek, aki ebben a korban szóba jöhet, valószínűleg annyira beleívódott az emlékezetünkbe az Anonymus, hogy lehetséges, hogy ezt el sem tudjuk felejteni. Tehát egy kicsit úgy vagyok ezzel, hogy ha sikerül is egy előrevinni ezt a gondolatmenetet és megállapítani valami olyan dolgot, ami konszenzus idézhet elő, ami nem nagyon szokott látni ebben a kérdésben, akkor is valószínűleg ez az Anonymus név ez ott fog maradni. Egy kicsit ezzel így vagyok. Tehát amikor ezt a címet nagyon próbáltam meg kigondolni, hogy mi lenne a jó cím, akkor egy kicsit ez vezérelt, hogy azt nem lehet kijelenteni, hogy mi ezt a kérdést meg tudjuk oldani, hiszen a középkornak rendkívül sok hiányossága van. De valahogy lehet, hogy el kell indulni egy másik irányba, annak érdekében, hogy ezt a kérdést picit tisztában lássuk. És én ennek az egyháztörténeti hátterét, ahogy próbáltam beazonosítani, és eredményre jutni valamilyen módon, ezt mások is ugye megerősítették, ez nekem nagyon kellett ehhez. Mégis úgy gondolom, hogy az Anonymus név az valahogy mindig ott fog maradni. Egy tudományos munkáról van szó. Önt mely kérdés foglalkoztatta leginkább, vagy mi volt az, amin kutatása során meglepődött? Hát nagyon jó a kérdés. Ez a téma egy picit le van járatva. Abból kifejezőleg, hogy nagyon régóta kutatják, és rendkívül sok elmélet született az idők folyamán. Jelen pillanat ez ott tart, hogy mi vagy az erdélyi románokról ebben a könyvben olvashatunk, ezért a románok is magukének érzik a szerzőt, a szlovákok is így gondolkodnak róla, mi magyarok egy kicsit ilyen mesélőnek tartjuk. Tehát ez lehetetlen, a középkorban nem írtak így könyveket. És egy picit engem ez zavart, hogy mi a valódi üzenete ennek a könyvnek. Ugye ennek előzménye volt az, hogy a Nemzeti Emlékpark igazgatója voltam a Pusztaszáron, és ott képviselnek kellett egy ügyet, ott azt nem lehetett képviselni, ez egy mesélő. Ezért kénytelen voltam én is ezzel foglalkozni, és elsősorban engem az érdekelt, hogy mi lehet a Gesta Hungarorum üzenete. És innentől kezdve indult el egy olyan történet, ami a szerző fele is elmozdított, ugyanis nem lehet elválasztani egy szerzőt a művétől. Ha szeretnénk érteni, hogy mi a mű, akkor a szerzőt is hozzá kell tudnunk tenni. Hogyha a szerzőnek tudjuk az életútját, akkor jobban fogjuk érteni, hogy mit akart írni. És engem egy kicsit ez a dolog igazgatóként így feszített, hogy egy lejárat a témát úgy képviselni, hogy tulajdonképpen mi magyarok egy mesélőnek tartjuk ezt a szemét, ezt én alapból nem akartam elfogadni őszintén szóval.